Újabb tanárbántalmazásról készült felvétel került fel az internetre, néhány napon belül az a második. Nagykáta után mezőtúron verte egy diák papírral a tanárfejét, egy másik tanuló pedig többször az arca felé ütött, a többiek pedig hangosan nevettek. A kormánypártok szerint zéró toleranciát kell alkalmazni, ahol kérik, iskola rendészetet is felállíthatnak. Papírral verte tanára fejét egy diák, társa még ennél is tovább ment. A kézfejével többször a pedagógus arca felé ütött, majd egy olyan testmozdulatot tett, mintha fel akarná lökni. Újabb tanárbántalmazásról került fel videó a Világhálóra. Ezúttal egy mezőtúri iskolában vették fel a diákok mobiltelefonjukkal, ahogy társaik majdnem megütik, tépik a ruháját, és végül papírral csapkodják tanárnőjüket. Azt is hallani, ahogy a bántalmazás közben hangosan nevettek a diákok. De nem ez az első ilyen eset az utóbbi időben. Tavaly ősszel bejárta a közösségi médiát ez a videó is. Akkor egy budapesti iskolában támadtak a diákok tanárukra. A fiatalok először csak sértegették az oktatót, majd egyikük meg is lökte. Legutóbb pedig Nagykátán szidalmazta, veréssel fenyegette, majd leköpte tanárát egy tanuló. Társai eközben szurkoltak neki. Egy ilyet nem szabad egy tanárral tenni. Legyen az roma, legyen az nem roma, akkor se szabad ilyet tenni. Mert ugye nem azért jön a gyerek az iskolában, hogy a izit tanítsa, a tanárt, hanem a tanár tanítsa a gyereke. A nagykátai roma önkormányzat elnöke hétfőn híradónknak azt mondta, a Pest megyei városban a tanárbántalmazás nem maradhat következmények nélkül. Hagyja el az iskolát, mert én úgy hallottam, hogy már többször is ugye Szolnokról is, ugye, mert Szolnok kiállítólag ez a gyerek, hogy ott is ki lett rúgva. Az iskolában zéró tolerancia van az agresszorral szemben. Az agresszív diákok körében ma már divat, hogy egy gyerek kezet emeljen a tanárára, fogalmazott a Kossuth Rádió kedreggeli műsorában Horváth László. A Gyöngyöspataihoz hasonló helyzetek kezeléséért felelős miniszterelnöki megbízott szerint ez aláássa a pedagógusok tekintélyét, és rossz példával szolgálhat a többi gyerek számára. Mint mondta, a gyöngyöspatai szétválasztás is a súlyos magatartási problémák következménye volt. Én kimerem mondani azt, hogy az integráció egy csomó esetben az egy hamis mantra. Mert az integráció azt hirdeti, hogyha mindenkit mindenkivel összezárunk, tehát a gyengét, a jó képességűvel, a nagyon nehéz környezetből érkező, beilleszkedési zavarokkal küzdött, összezárjuk a jó szociális környezetből, akkor majd itt mindenki javulni fog. Nem ez a helyzet. Az a helyzet, hogy a gyenge az nem lesz erősebb, a jót nem hagyjuk előre menni, és lefelé igazodik az egész társaság. Szóval ezzel a hamis mantrával is szembe kell nézni. A fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, az iskolai házi rend minden diákra vonatkozik. Ha kell, akkor kamerákat kell felszerelni az iskolákban, vagy ahol azt kérik, ott iskolarendészetet kell felállítani.